Az ország szinte minden pontjáról érkeztek szülész és gyermekorvosok a Magyar Perinatológiai Társaság 14. kongresszusára, amelynek idén Nyíregyháza adott otthont. A konferencián elhangzott, minden idők legkedvezőbb csecsemő halandósági mutatóját produkálja Magyarország jelenleg, amely főleg a szakmai együttgondolkodásnak köszönhető. Ha azt nézzük, hogy honnan indultunk, hogy 5 évvel, 10 évvel, 5 évvel mennyi volt, óriási a javulás. És volt egy olyan időszak, amikor 5000-ről lement 4000-re, ez 20%-os csökkenés volt. Egyértelműen elsősorban a NICEK-nek, tehát neonatális intenzív központoknak a fejlesztéséből állt abból, hogy új szemlélet alakult a ellátásra, és nagyon fontos, megindult egy szülész-neonatológus együttműködés, amiben már a szülészek is úgy állnak a szüléshez, illetve a császármetszéshez oda kerül, hogy a legjobb állapotban születessen a gyerek. A perinatológia, azaz a születés körüli eseményekkel foglalkozó tudomány egyik fontos kérdése, a császármetszés társadalmi és szakmai megítélése is. Az utóbbi években jelentősen emelkedett a császármetszések gyakorisága hazánkban. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több a 35 év fölötti kismama, valamint a mesterséges megtermékenyítések száma is emelkedett, amely növeli az ikerterhességet, a szövődményeket, valamint a császármetszéseket, hangzott el a konferencián. A megnövekedett műtét számmal egyben a szövődmények aránya is megnő, részben pedig óriási nagy a társadalmi igény arra, hogy a császármetszéssel foglalkozzunk, mert egyre többen szeretnének császármetszéssel szülni. Egy bizonyos határ fölött ennek megvan a maga háttere, és nyilvánvaló, hogy ezt a szakmának kell kézben tartania. A megváltozott indikációk között számtalan olyan terület van, amivel szintén foglalkozunk. Ide tartozik a megemelkedett anyai életkor. A konferencián elhangzott, hátrányai és előnyei is vannak a császármetszésnek, ám elmondható, hogy vele jól időzíthető a szülés, és a műtét is rövidebb ideig tarthat, mint egy normál szülésnél.